A Pannon percek műsorát hallják. A Pannonvár Színház aktuális híreivel, újdonságaival szerdánként jelentkezünk a Méz Rádióban, 16 óra 50 perckor. Gecs Mónika vagyok, a Pannonvár Színház marketing menedzsere, szeretettel köszöntöm a Méz Rádió hallgatóit. Szórakoztató vígjátékkal nyitjuk meg színházunk kapuit. Május 26-án, 28-án és 30-án Kölcsönlakás című elmaradt előadásainkat pótoljuk tolnai, darvas, illetve retró bérleteink keretében. Az első kettőt a Hangvillában, a május 30-ai előadást Inotán tekinthetik meg. Említett előadásainkra, a nyitás örömére kedvezményes jegyek kaphatók a pannonvárszínház.jegy.hu felületünkön, illetve a Hangvillában található jegyirodánkban hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között. Fontos elmondanunk, hogy a járványügyi előírások értelmében az előadásokra védettségi igazolvánnyal lehet bejönni, illetve a nézőtéren a maszkviselése nem kötelező, de igény esetén természetesen hordható. Védettség, biztonság, élmény, ezt nyújtjuk közönségünknek. Már nagyon várjuk a találkozást. Köszöntöm a hallgatókat, Szelle Dávid vagyok, a Pannonvár Színház színésze. A múlt héten Facebookon meghirdetett szavazásunkon a közönség dönthette el, melyik két előadás kerüljön ismét a Pannon Otthon kínálatába. Ezúton köszönjük a voksokat, melyek alapján a Bunkerrajzoló és az Égi Vándor ismét elérhető az online térben. A két előadást egészen május 31-ig tekinthetik meg. Látogassanak el a jegy.hu-ra, és váltsák meg a jegyeiket már most!